Jó napot kívánok, szervusztok, ha megengedik, megengeditek, tegezőbe váltok. Én nagyon szeretek tegeződni. Az én történetem, vagyis a mi történetünk, az valójában olyan, mint egy álom. Azt szoktam mondani, a mai napig olyan, mintha nem ébredtem volna fel ebből az álomból. És ez pedig az, hogy megadatott nekünk, nekem személyesen, én majd elkezdem mesélni az én gyerekkori élményemet, egészen addig, ameddig idáig eljutottunk. Az pedig az, hogy nagyon szép gyermekkorom volt, nagyon szerencsés voltam, egy bérházban laktunk. A lakók, volt mérnök, feltaláló, kikopott bárónő, hentes, eladó, és volt egy nagyon érdekes, ami számunkra fontos volt, sok gyerek volt. Egy kis udvarba voltunk, és mindig valahogy a közösség, ami meghatározta gyerekkorunkat. Közösen szerveztünk diavetítéseket, bábszínházat a lépcsőházba, tehát a közösség az borzasztóan erősen már gyerekkoromban meghatározó élmény volt, és szüleim is állandóan közösségbe éltek. Az én történetem egy kicsit olyan, mint a Billy Elliotté, hiszen édesapámmal vasárnaponként a Budapesten laktunk, a Honvédba jártunk birkózó vagy boxmeccseket nézni. Édesapámnak volt egy mentorált sportolója, egy roma származású fiú, Danyi Jenő, akit anyagilag támogatott, hogy boxoló lehessen, és közben testvérem, akit imádok, ő pedig néptáncra járt. Úgyhogy hol boxmeccs, hol néptánc. És egyszer csak 5 évesen ott találtam magam a színpadon, pörgekalapba, első fellépésem kiskanász volt. És akkor következett be a siker, elkezdtek tapsolni nekem. Lehet, hogy azért, mert pici voltam, lehet, hogy egy kicsit ügyes is voltam. És ettől kezdve ez a kettősség élt bennem. Vagy sportoló leszek, vagy pedig valami olyan közösségi dolog, amivel valamit tudok adni. És ahogy lenni szokott bárki életében a táncművészet területén, az édesanyja elviszi a kisfiút a balettintézetbe, ő biztos táncosnő szeretett volna lenni, akkor megvalósítja az álmát rajtam keresztül. Azt se tudtam, hogy mi a balettintézet, de azért jártunk az operába, tehát tudtam azt, hogy mi a balett. És végig nagyon sokan, hát több százan felvételiztünk, és én annyi teljesen természetes volt, hogy engem fel fognak venni a balettintézetbe. És az utolsó rostán közölték, hogy kiestem. Akkor történt meg bennem egy olyan drámai változás, hogy amiben hittem, teljes mértékben hittem azt, hogy engem ide felvesznek. És akkor mentünk hazafelé, ott a Terézvárosi templomnál mondta édesanyám, hogy menjünk be a templomba, és azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó bemenni a templomba. Megharagudtam a jó Istenre. Én annyira bíztam benne, hogy engem felvesznek, és egyszer csak ott vagyok, hogy én nem járhatok ebbe az iskolába. Ugye ez az operaházzal szemben volt a balettintézet. És utána valahogy megbékéltem, rá 3 hétre kapok egy levelet, amiben a Hidas Hedvig, az akkori igazgatónő közli, hogy helyhiányába elutasítottak, és szeretettel várnak Dózsa Imre Kossuth Díjas művész magán iskolájába, hogy menjek oda tanulni, és utána próbáljam meg 1 év múlva felvételizni a balettintézetben. Meg is történt, oda jártam, rákövetkező évben ugyanez a procedúrán átestem, és felvettek. És attól kezdve hihetetlen nagy boldogság volt. Én nagyon örülök annak, hogy olyan mestereim voltak, akik nem csak a mesterségre tanítottak, hanem emberségre. Ez pontosan azt jelentette, hogy Lőrinc György balettmesterünk, aki az operaháznak volt a balettigazgatója, 4 gyereke volt, 13. kerületben laktak, rengeteget dolgozott, de annyi időt szánt ránk,
hogy minden 3 hónapban felmentünk a lakásánra teázni, jázmin teát ittunk, Breuger könyveket néztünk, festészetről beszéltünk, operát hallgattunk, nekünk kötelező volt operába járni, bérletünk volt, és még a Zeneakadémiára is kötelező volt járnunk. Hihetetlen volt. Ez a közösség, és ez a fajta sikerre való orientáció, és mindig is motiválni akart bennünket valamire. És mindig elültette valahol hátul, hogy gyerekek, nagyon fontos, hogy közösségbe éljetek. És ugye mindenkinek abban az időszakban semmi más vágya nem volt, hiszen az operaházban gyerekként már első évfolyamos korunktól kezdve statisztáltunk, szerepeltünk különböző darabokban. Mindenkinek az volt a vágya, hogy az operaházba szeretnék szólótáncos lenni. És egyszer csak eljött egy pillanat, a 70-es, ez kb. 74-75, amikor Lőrinc mester, a mi mesterünk, operaház balettigazgatója, valahogy elérte, hogy Maurice Bézsár, a 20. század balett együttesének koreográfusa darabját bemutassák Magyarországon. Akkor csak a klasszikus repertoár, tehát a Hattyúktava, a Csipke Rózsik, a Diótörő, stb. És Eregi László koreográfiai mentek, és mi minden előadáson ott voltunk. És egyszer csak beültünk az előadásra, és az első darab a Tűzmadár volt. 75. Partizánok színpadon, és egyszer csak valaki a partizánok közül letépik róla a ruháját, és egy piros trikóba elkezd táncolni. És elkezdi a forradalmat megteremteni, megtestesíteni. Olyan darabot láttunk, amit értettünk. Annyira felzaklatott bennünket, és ez az ember, aki ott táncolt, nem volt más, mint Markó Iván. És utána első felvonás Tűzmadár, utána Sacre du Printemps, tavaszi áldozat, amikor trikóba, nem tütűbe, trikóba, majdnem meztelenül férfiak és nők táncolnak, és semmi másról nem szól, a szexualitásról. Hogy a férfiak és nők keresnek áldozatokat. Tehát ez az egész est azt olyan hatást gyakorolt ránk, hogy berohantunk az öltözőbe előadás után, elkértük az Iván balettcipőjét, aláírattuk, és elkezdtünk gondolkodni, hogy ilyet szeretnénk táncolni. És akkor Kán Zsuzsa művészettörténész, aki tánctörténetet tanított bennünket, mondtuk, hogy hívjuk meg az Ivánt egy beszélgetésre. És akkor tulajdonképpen elindult egy ilyen forradalmi tett, hogy a mi évfolyamunk együtt akar maradni, és a csoda, nem véletlenül Győrbe vagyunk, hál' Istennek Győr nagyon jó hely, és az egyik évfolyamtársunknak az édesapja győri volt, tőle tudtuk meg, hogy épül egy színház Győrbe. Azért mondom, olyan, mint egy mese. És elkezdtünk keresni ismerősöket, vagyis az ő ismerősei által, majd az akkori művészeti főiskoláknak a találkozója nagyon érdekes volt, akkor nagyon együttműködőek voltunk, tehát a színészekkel, a filmesekkel, a zenészekkel, Szentendrén mindig találkoztunk, és voltak fórumok, bemutatók, és akkor a friss, ropogós miniszter, kulturális miniszter eljött a fórumra, ez pedig nem volt más, mint Pozsga Imre. Akkor nevezték ki, és mondja, hogy köszönti a színművészeti, a filmművészeti, iparművészeti, képzőművészeti egyetem hallgatóit, és utána ment tovább, és akkor feltettem a kezemet, hogy mi is itt vagyunk. És akkor mondja, hogy mi az, hogy mi is itt vagyunk? Mondom, táncművészek, a balettintézet növendékei. Hát elég pofátlanság volt akkor, de ennek megvolt az oka, hogy miért. És akkor ott
Szentendrén, elmondtuk kollégámmal, egészség igaz. Krámer Györgyel elmondtuk, hogy mi szeretnénk egy együttest alapítani. Mi szeretnénk egy választott vezetőt. Mi szeretnénk, hogyha Markó Iván lenne a vezetőnk. Van egy város, ahol befogadnának bennünket. Tehát az egész történet hihetetlen. És akkor Posga Imre, az akkori Táncszövetségnek a főtitkárát, Körtvélyes György jött, megkérte, hogy írjon egy szakvéleményt, hogy mi erről egyáltalán a táncos szakmának, a vezetőknek a gondolata, hogy mi a véleményük. A szakvélemény még természetesen a mai napig megvan. A főtitkár leírta, hogy tisztelt miniszter úr, Győr városának semmiféle tánchagyományai nincsen. Markó Iván egy világhírű táncművész, életében soha nem koreografált, nem rendezett. Ezek a fiatal emberek teljesen kétesélyesek, hogy tehetségtelenek, vagy tehetségesek, semmiféle tapasztalattal nem rendelkeznek. Tehát Győrben nem kell balett együttest alapítani. Helyette a táncos szakma azt javasolja, hogy hozzanak létre egy utazó együttest Budapesten. Teljes volt a pánik, és akkor minden megfordult, és olyanok álltak mellénk, ami egészen hihetetlen volt. Olyan volt a hitünk, és ez szerintem érződött is rajtunk, hogy elképzelhetetlennek tartottuk, hogy nem sikerül a tervünk. És meg is valósult. És ezért mondom, hogy nagyon fontos a közösség. Nagyon fontos, hogy az évfolyamunkban volt annyi erő. Közben ugye természetesen megpróbáltak bennünket elcsábítani, tehát hogy más társulathoz, operához menjünk. Az egyik évfolyamtársunk az operához szerződött, csak 14-en voltunk. Király Melindát és engem ki akartak küldeni. Minden évben az volt a szokás, hogy a végzős növendékek közül ketten egy hölgy és egy úr kimegy Moszkvába, a Moszkvai Akadémiára egy éves tanulmányútra. És akkor mi bejelentettük, hogy mi nem megyünk Moszkvába, mi Győrbe megyünk. Hát marha érdekes volt, mert megszakadt egy folyamat, és valójában, ami egészen csodálatos, igen, 1979. november 1-én, a halottak napján volt az első zártkori főpróbánk, és tulajdonképpen a Győri Balett a halottak napján született meg, 1979-ben. És elindult ez a hihetetlen történet, olyan szeretettel fogadtak bennünket, hogy ez valami elképesztő. Mentünk az utcán, megszólítottak, semmi más célunk nem volt, csak a világot akartuk megváltani. És ez a fajta szeretet, amivel minket fogadtak, olyan erőt adott, hogy elképesztő. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes embernek szüksége van a sikerre, és szüksége van a közösségre. Megkérdezhetlek benneteket, hogy ki érzi azt, hogy sikeres? Feltennétek a kezeteket? Lehetséges? Szuper! Jó, tehát ez borzasztóan fontos, hogy vágyjunk a sikerre, és hogyha sikeresek vagyunk, akkor boldogok vagyunk. Ha közösségben vagyunk, akkor figyelünk egymásra. Ha jó közösségben vagyunk, akkor figyelünk egymásra. És elindult ez a hihetetlen történet. Tulajdonképpen 1989-ben már úgy egy kicsit kezdett valahogy a közösség megroppanni, az évfolyamtársak közül volt, aki 3-4 év után felmondott, elment, akkor már jöttek újak, de mi nagyon erősen tartottuk magunkat, és hihetetlen sikereink voltak. Tehát Kínától Izraelbe úgy mentünk el, hogy fegyveresek kísértek bennünket, akkor még nem volt például Magyarország és
és Izrael között diplomáciai kapcsolat. De voltunk Kínába, én háromszor voltam az olimpián, Szöulba táncoltunk, a Moszkvába táncoltunk, és most ugye Rióba, már én nem táncoltam, mert már öreg vagyok. Tehát az együttes táncolt. És ment ez a sikertörténet, és egyszer csak 1991-ben választott vezetőnk, Markó Iván úgy dönt, hogy elhagyja a társulatot. Letiltja az összes darabjait, a Kurírban megjelenik, hogy Markó Iván számára a Győri Balett társulata emberileg és művészileg hiteltelen, és elhagyja a társulatot, az összes darabját letiltja. Akkor az iskolánk ugye itt volt, a szülők, a közönség, a város. Nekem akkor született a fiam. Egy hihetetlen drámai pillanat, és akkor hármunkat, ugye akkor a megye volt a fenntartónk, Tárnoki Tamás, Demcsák Otto és engem bízott meg a megyei közgyűlés elnöke, hogy mi legyünk a tűzoltók tulajdonképpen, és hogy kezeljük a dolgot. Le kellett mondani turnékat, nem volt egy darabunk, se semmi. Tehát ugyanúgy, hogy 79-ben nulláról kezdtünk, 91 nulla. És akkor már ugye én lettem az aláíró, terveztük, hogy együtt maradunk, mit kell csinálni, nagyon sokan, és itt van megint a közösség, ugye van a kis közösség, én azt szoktam mondani, nekem két családom van, a kis család és a Győri Balett családja. És a természetesen nagyobb család, az pedig a környezet, akik esetleg szeretnek, támogatnak, és a még nagyobb család, az pedig itt a város. Olyan erőt adtak az emberek, akkor még Győr-Újbaráton laktunk, és bementem a fűszereshez, és mondja a hentes, hogy János, mibe tudunk segíteni? Én azt hittem, hogy még most is kiráz a hideg, hogy az a fajta támogatás, az a fajta szeretet, az milyen erőt ad, milyen hitet ad. És ment tulajdonképpen ez a tűzoltás, és egyszer csak felhívnak telefonon, püspöki kartól, bemutatkozik, Blankenstein Miklós vagyok, a püspöki kar megbírálásából, 1991. május. Tárgyalást folytattak Markó Ivánnal, aki elhagyta Győri Balett társulatát, szeretnének velem beszélni, akkor már megbíztak az együttes vezetésével, hogy találkozunk. Nem tudtam, hogy miről van szó. És kiderült, hogy őszentsége a pápa, Magyarországra látogat, és a Népstadionba, az akkori Népstadionba egy előadást tartsunk a pápa tiszteletére, amikor a fiatalokkal találkozik. És kérdezte, hogy hát, hogy vállaljuk-e? Mondtam, szemmel ebben is, csak a pápának, természetesen, 50 ezer néző, fiatal, hogy ne vállalnánk. És Gombár Juditnak, aki anyánk volt, ugye Markó Iván felesége, Iván elment, Judit velünk maradt, megálmodtuk a Szent Margit legendát, és volt egy szokásunk, minden egyes előadás előtt, ugye, hogy itt van ez a kör, előadás előtt, miatt kezdődött, ilyen két perc előadás közben, beálltunk egy körbe, megfogtuk egymás kezét, és volt egy ilyen kis meditáció, tulajdonképpen erő, vagy hogy érezzük egymást, hogy ez minden egyes előadás előtt megtörtént, és arra gondoltunk, hogy a Szent Margit legenda előadását, amit bemutatunk a pápa tiszteletére, az ifjúság tiszteletére, megkérjük őszentsége a pápát, hogy
jöjjön le hozzánk a színpadra, és fogja meg a kezünket, és 50 000 ember fogja egymás kezét, és érezzük egymást. És ott álltunk a Népstadion, a focipályán, kormányőrség, az akkori rendőrkapitány, Pintér úr, aki ugye most belügyminiszter, és mondom ott a egyház képviselőnek, hogy ez a terv, és hogy bejön 300 gyerek, befut, és hát hogy jut el az üzenet, szeretnénk üzenni a pápának. És akkor mondták, hogy te normális vagy? Hogy nem lehet üzengetni a pápának, hogy egy az, hogy nem jöhet le onnan biztonsági okok miatt, tehát hogy gondolod, hogy lejön hozzátok, megfogja a kezeteket, nem lehet, felejtsétek el. És próbáltunk, és akkor most kérném azt a bejátszást, jó? Ami, ez 1991, augusztus 19. Laci, indítsd el, légy szíves. Ezzel kezdődött a második életünk. Már a TV2 műsorában a TV híradó nézőinek is megmutatjuk, hogy annyi remek és kevésbé jó sportesemény helyszíne, a Népstadion most az áhítat, a szép zene és a tánc otthona. Két tornyú katedrális szimbolizáló színpadával, a Gyepre felépített kettős kereszt alakú tamutóval, amelyet Árpádházi Szent Margitról mutatva a győri balett és néhány más táncegyüttes misztérium játékot. Gárdonyi Géza, Isten rapjai, Ady Endre, a Nyulak szigetén, Kodolányi János, Boldog Margit, ezek az igen ismert irodalmi előzmények, s imben most II. János Pál pápa, bíboros érsek, püspök vendégek serege, Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében ez a balett született meg róla, aki 1252-ben került Veszprémből a Nyulak szigetén épült kolostorba. Hősies Isten és testvér szeretete késztette arra, hogy életét egészen elégő áldozatul ajánlja fel magyar népéért, hazájáért. És nem hittünk a szemünknek, menjen tovább a kép. Mindenki le volt fagyva, egyszerűen nem hittük el. Nem hittük el, hogy eljutott az üzenet. És egyszerűen nem ott álltunk, én hátul álltam, és mondtam, hogy induljunk el. Mert még a közönség is, tehát megfagyott az egész légkör, egy olyan hihetetlen összetartozást érzett az ember, és itt van a közönség, és itt van a hit. És hogy ezt miért mondom nektek? Azért, mert nincs lehetetlen, hogyha hisztek önmagatokba. Mindent el lehet érni, hogyha valakinek nagyon erős a hite, és van mellette egy közösség. És 91-ben nulláról indultunk, és itt, ahogy kollégák ott állnak, pápai áldással kezdtük a második életünket, a Győri Balett történetében. Tehát nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Győrbe minket befogadtak. Hihetetlen történet. Azt mondták, hogy egy iparváros, itt nincs kultúra, itt nincs tánc, minek balett. Jézus már ilyen balett. És egyszer csak itt vagyunk most már, nekem ez a 40. évadom. Van egy táncot szerető közönség, van egy nyitottság, és ti nektek kell valójában ezt a legjobban tudni, hogyha én sikeres akarok lenni, ha én hiszek a családomba, ha én hiszek abba, akivel dolgozok, és tényleg úgy érzem, hogy
természetesen hát kik vagyunk, hát kis porszemek vagyunk ebben a nagy világban, pláne ebben a gyorsan változó világban. Én mindig azt, még mindig azt mondom, hogy mindent el lehet érni, ha az ember nagyon szeretne valamit, és ha vannak társai. Én ezért kívánom nektek, legyenek társaitok, higgyetek önmagatokba, és mindent el fogunk érni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.